A megyebeli fiatalok évek óta kiemelkedően teljesítenek a diákolimpiai országos döntőkben. Az elmúlt tanévben 12 arany, 14 ezüst és 13 bronzérmet szereztek az általános és középiskolások a finálékban. Pénteken a Magyar Diáksport napján a Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület együttműködési megállapodás írt alá Nyíregyháza város önkormányzatával. Nyíregyháza megyei jogú város az az önkormányzat, amelyre azt hiszem, hogy eddig is számíthattunk, és ezzel az együttműködési megállapodással pedig lényegében csak keretbe foglaltuk azt az eddig is együtt elvégzett munkát, amellyel igyekeztünk Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a diáksport életen segíteni. Úgyhogy ez intézményekkel, infrastruktúrális háttér biztosításával, és természetesen a közös munkának lesz egy olyan eredménye is, hogy igyekszünk legtöbb eseményen együtt megjelenni, mi is népszerűsítjük a városi sportéletet, illetve Nyíregyháza megyei jogú város önkormányzata is népszerűsíti a diákolimpiai rendezvényeket. A megyében évente több mint 10 000 általános, illetve középiskolás vesz részt a diákolimpiai versenyeken. Az együttműködésnek köszönhetően a jövőben több országos döntőnek is otthont adhat majd a megyeszékhely. Azt várjuk, hogy tovább fogja javítani ezt a nagyon hatékony együttműködést. Szeretném, ha ez közös programok szervezését jelenteni, akár országos diákolimpiai rendezvényeket, közös pályázatokat, egyéb források szerzésére, és hát emellett edzői, szakmai, továbbképzési programokat is, mindazokat, amivel segíteni tudjuk a diáksportot. Pénteken a Magyar Diáksport napján több mint 700 fiatal próbálhatta ki ügyességét 10 sportágban a Nyíregyházi Városi Stadionban.